Köszöntöm a Költség Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Világbajnoki ezüstérmes játékosát köszöntötte a nyíregyházi kosársuli. A csapat ebéje után az U23-as ebén futhat a nyíregyházi Osváth Krisztina. A nyírbátori Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid készül az ifjúsági ebére. Több mint 400-an szálltak nyerekbe az Ibrányi kerékpáros OB-n. Rohamos fejlődésnek indulhat a tókörbe bekerült röplabda. Világbajnoki ezüstérmes játékosát köszöntötte szerdán a nyíregyházi kosársuli. Pap Claudia a franciaországi Nantes-ban rendezett 3x3 világbajnokságon második helyen végző magyar csapat tagjaként állhatott fel a dobogóra. Ez életem eddig legnagyobb élménye volt, én úgy gondolom. Nagyon örültem neki, hogy részt vettem ezen a világversenyen, és úgy gondolom, hogy tényleg egy életre szóló élmény, és soha nem fogom elfelejteni. Európa bajnoki címvédőként utazott a magyar válogatott, de hát ez egy világbajnokság volt, és ugye viszonylag új sportágról lévén szó, hogy picit ugrás volt a sötétbe. Mikor kezdtetek hinni abban, hogy valami nagyon szép kis jöhet ebből a VB-ből? Őszintén szólva, a vezetőedzőink Károly Endre és Jakab Máté úgy gondolta, hogy tehát ez egy jó felkészülés lesz az Európa bajnokságra, mert úgy indultunk neki, hogy a VB az legyen egy örömjáték számunkra, itt a kötelező az Európa bajnokság. Azt, hogy miután csoport másodikként tovább jutottunk és legyőztük az olaszokat, ott éreztük azt, hogy ebből tényleg lehet egy érem. Úgy kezdted az edzőtábort, hogy az U23-as csapatban szerepelsz, majd aztán bekerültél a VB keretbe. Milyen ez a társaság, mennyire jó közösség? Nagyon-nagyon jó, nagyon szeretek velük lenni, igazi családi hangulat, teljesen kötetlen, teljesen más, mint egy rendes ötöt elleni bajnokság, vagy egy ötöt elleni válogatott. Én nagyon szeretek itt lenni, tényleg, tehát a legjobb élmény eddig, ami velem történt. A VBL úgy derült ki, hogy a 3x3 kosárba bekerült az olimpia műsorába, mekkora plusz motivációt adott ez a csapatnak és személy szerint neked? Szerintem ez nem csak nekem, hanem tényleg mindenkinek, aki részt vesz ebben a 3x3-ban egy akkora plusz motivációt ad, hogy ezt nagyon kevesen mondhatják el. Tényleg ez egy hatalmas lehetőség azok számára, akik benne vannak ebben a 3x3-ban, hogy kijuthatnak idővel az olimpiára. Úgyhogy ez valóban egy plusz volt számunkra. Kevés magyar kosárlabdaedző mondhatja magáról, hogy saját nevelésű világbajnoki ezüstérmes játékosa van. Te ezek közé tartozol. Mekkora sanszot adtál ennek néhány héttel ezelőtt, mikor Dia úgy utazott el az edzőtárra, hogy az U23-as ebére készül? Először is ugye, amikor behívták a bő keretbe, akkor mindannyian arra számítottunk, hogy hál' Istennek végre a másodosztályból is hívtak be játékosokat, megnézik azokat is, és amikor végre a csapatba került, akkor azt mondtuk, hogy na, ez aztán innentől kezdve egy óriási lehetőség. Ugye azt is tudtuk mindannyian, hogy, és meg is beszéltük Diával, hogy mi legyen, vagy mi ne legyen, hogy amikor a világbajnokságnak vége van, akkor az EB-re való kijutásra már a megyesi dóra fog szerepelni, hogy attól függően, hogy a 5x5-ös hogy fognak szerepelni. De én azt mondtam, hogy egy világbajnokságra kijutni minden tekintetben egy óriási dolog, minden szempontból, és ott bármi lehet. Nagyon örültünk neki, kijutott. Nagyon jól szerepeltek, mérkőzést, amit lehetett, mindent megnéztem én is, hogy mint. Én úgy gondolom, hogy olyan óriási dolgot vittek véghez ezek a lányok, amiről senki nem álmodott szerintem itt bent Magyarországon, senki nem gondolta, hogy ők ebben az összeállításban ilyen szerencsések is lehetnek, mert ugye ott azért az utolsó pillanatban dobott kosarak azok egyértelműen. Szerencse, de én azt mondom, hogy jó játékosnak mindig szüksége van arra, hogy szerencséje is legyen, és hogy tényleg azok közé játékosok közé tartozik, akik mindent megtesznek szívükkel, lelkükkel azért, hogy bármilyen eredményt elérjenek. Ő az, aki soha semmit nem ad föl, tehát az utolsó leheletig pillanatáig, akár sérülése, bármilyen van, tehát ő biztos, hogy küzdeni fog. Látszott már ott ugye a mérkőzéseken is, pont ugye be volt ragasztva az ujja, és rögtön én is írtam, hogy mi a probléma, de nem volt komoly a sérülése, csak a mezbe belakadt a hüvelykújja, és ugye egy kis rándulás volt, de így biztosabban tudott kosárlabdázni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak, tehát akár neki, akár nekem egy óriási meglepetés volt minden tekintetben, de maximálisan megérdemeltem, mert mondom, ő az a játékos, aki mindig mindent megtesz annak érdekében, hogy elérje a célját, és úgy teljesítsen, ahogy az ő szívében, vérében benne van. A szakemberek azt mondják, bár kosárlabdáról van szó, a 3x3 egészen más játék vagy sportág, mint az ötöt elleni kosárlabda. Ezek szerint Dia mind a kettő
kettőben képes kiemelkedő teljesítményre? Az ő temperamentum az mind a két játék részben hasznos, mert mindenféle iránytó poszton játszik, tehát egyértelmű, hogy ott is a szervezés a dolga, a védekezés, az ugye, hogy ő helyzetbe hozza a társait. Na most a 3x3 az lényegében más. Azért más, mert sokkal pörgősek, sokkal gyorsabban, sokkal több minden múlik azon, hogy fog védekezni, sokkal több minden lesz azon, ugye sok esetben centerre kerül szembe. Tehát ugye a mi játék felfogásunk alapján, és ugye a mi egyesületünknél ez így van, tehát ő is gyakran került oda be, hogy el kellett váltani, de mondom, tehát azzal, hogy neki a súlypont emelkedése, a rutinja, az esze, mindene megvan ahhoz, hogy akár ezt is meg tudja oldani, és mondjam, olyan energiákat tud ebben a szituációban felvonaltatni, ami szerintem mindenkit átlendíthet a holdponton, tehát ide az kell, hogy valóban pörgős, gyors játékos legyen, aki jól dob kintről, jól egyegyezik, labdabiztos, és hozzáteszem, hogy nem egyszerben van edzés előtt, és gyakorolja a labdavezetést, tehát még most ugye hosszú-hosszú évek után is fordít erre energiát, hogy jó, azokat a hibákat, ami nála megvan, azokat kijavítsa, ezért tudott eljutni ide. Nagyszerű szezont fut eddig Ozsváth Krisztina. A nyíregyházi atlétanő tagja volt a csapat Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottnak, és készül az U23-as Európa-bajnokságra. Gyakorlatilag 7 éve itt van már nálunk. Az utóbbi 3 éve kezdte komolyabban venni az atlétikát, és ennek lett az eredménye az, hogy már tavaly is korosztályában a legjobbak közé tartozott, idén pedig felnőtt bajnokságon 2 második helyezést ért el, 4, illetve 800 méteren, illetve megnyerte az utánpótlás bajnokságon a 800 métert, és így tagja lett a kiutazó csapatnak, ahol nagyon jól teljesített. 400 és 800 méterről van szó, milyen tulajdonságok kellenek ezekhez a távokhoz? Bírni kell a monotonitást itt is, illetve nagyon jó keringéssel kell rendelkezni, aki 4, illetve 800 métert szeretne futni. Úgy érzem, hogy nála ezek a tulajdonságok megvannak, illetve nagyon nagy akaraterő kell ahhoz, hogy a rengeteg edzés munkát elvégezze, amihez kell. Rajta fog állni a nyári 23-as Európa-bajnokságon is, milyen számban számunk és milyen esélyekkel? Elsődleges a női 4x400-as váltó, abba szeretnénk döntős helyezést elérni, illetve amennyiben az időrend lehetővé fogja tenni, akkor egyéniben 800 métert fog futni. Más tanítványaid is értek el érmeket már az idei országos bajnokságokon, kikről van szó? Így van, nagyon sikeres volt ez az idei év. A serlő bajnoksággal kezdve már ott is érmet szereztünk a Balog Levente révén, illetve utána az ifjúsági bajnokságokon 2 korosztályos válogatott volt, a Téglási Ákos, illetve a Béni Gergő, egyéniben is, illetve a váltóban is helyet kaptak a válogatottban. Ezek mögött, az eredmények mögött mennyi munka van, tehát heti szinten mondjuk mennyit kell készülni? Ezek a gyerekek heti szinten 5-6 alkalommal készülnek, és gyakorlatilag ez megkezdődik nekik szeptemberben felkészülés a téli szezonra. Ott van egy nagyon rövid pihenő, és akkor gyakorlatilag utána egy kis átmenettel már a tavaszi szezontól készülünk nyár, illetve az őszi versenyekre. Tehát gyakorlatilag egész évben be vannak fogva ezek a gyerekek. Az U23-as Európa-bajnokságot már említettük, ezen kívül milyen versenyek várnak még a csoportot tagjaira? A bajnokságok már lementek, szuperliga versenyek vannak még hátra, illetve a Gyulai Memoriál a jövő hónap elején, illetve majd ősszel a csapatbajnoki döntő, illetve a szuperliga döntők lesznek majd. Talán nem tudás azt mondani, hogy pályafutásod legsikeresebb esztendeje eddig ez az idei. Picit beszélj magad, hogy mikor kezdtél atlétikával foglalkozni, és miért pont ezt a két számot, a 400 és 800 métert részesíted előnyben? Már régenben általános iskolás korom óta Csengelben duatlanoztam, triatlanoztam, ide jöttem tovább tanulni a Vasvári Pál gimnáziumba. Így a középtávot választottuk, volt egy sérülésem, és így a hosszú távot azt anyagoltam, meg amúgy is jobban szeretem a középtávot, és hát 2 éve, úgymond tavaly óta nagyon bejött, hál' Istennek jöttek az eredmények. Előtte nem nagyon, a súlyom miatt is voltak bajok, de tavaly óta hál' Istennek összejött az edzésen, és jobban oda figyelek, meg most már oda teszem magam minden téren. Eddig a felnőtt országos bajnokságon 2 ezüstérmet szerezte, a korosztályos bajnokságokon nyert, és ott voltál az magyar válogatottban az Európa Kupa Tel Avivi versenyén is. Mennyire vagy elégedett az idei eredményekkel? Elégedett vagyok, még van hol fejlődni, de magamhoz képest elégedett vagyok. Tel Avivban jól éreztem magam, jó időt futottunk a lányokkal 4x4-en, azt mondták, hogy már régen volt ilyen eredmény, 3:35-70-et futottunk, 3. voltam, ott is egyénileg jó időt mértek, úgyhogy meg ma felszabadultam, futottunk, hogy tudtuk, hogy feljutunk, de oda tettük magunkat, így hoztunk 9 pontot, úgyhogy jól éreztem magam.
Lengyelországban lesz az U23-as Európa-bajnokság, ha minden igaz, ott is a váltóban és talán egyéniben is indulsz. Milyen ez az U23-as váltó? Most két lányjal, akik benne lesznek az U23-ban, velük futottam, egy lány lesz majd, aki új lesz. Hát remélem, hogy jó időt fogunk futni, egy kettő, hát ekkor 2:37, az már szerintem az már jó lenne egy U23-ban. Távlatilag mi a célod az atlétikában? Mindenféleképpen szeretnék a felnőtt mezőnyben maradni, és még tovább ölteni az időt, tehát 2:06-ot mindenféleképpen szeretnék 800-on, meg 54 alatt futni 400 méteren. A hetedik helyen végzett a Nyírbátor Jasa a férfi asztali tenisz NB1 egy keleti csoportjában. Két játékos, Tölgyes Torottya és Molnár Dávid tagja a portugáliai ifjúsági Európa-bajnokságra készülő válogatottnak. Eredetileg úgy terveztük, hogy a biztos bennmaradás legyen meg. Az ősz az egy kicsit nyögvenyelősre sikerült, akkor nem úgy jöttek a mérkőzések, mint ahogy szerettük volna. És tavasszal egy nagyot kellett hajrázni ahhoz, hogy ez a biztos bennmaradás sikerüljön. Azt gondolom, hogy mindenki fölnőtt a feladathoz. Itt elsősorban Kővári Balázs és Molnár Dávid az, aki igen sokat tett a csapatért. A Molnár Dávid a 44%-os őszi teljesítményét felhozta 59%-ra, vagyis a tavasszal közel 80%-os eredmény produkált. Kővári Balázs pedig a mezőny második legeredményesebb játékosa lett, de a Bánhidi Emil és a Kővári, illetve Benyavszki Gábor is, amikor csak kellett, akkor hozzá tudott tenni fontos mérkőzéseket, úgyhogy így aztán végül is tényleg egy sima bennmaradással hoztuk le ezt az évet. Hogyan szerepelt az NB3-as csapat? Hatodik helyen végeztünk. Ott van egy kis hiányérzetem, mert eredetileg úgy terveztük, hogy több fiatalt be tudunk építeni a csapatba, de a korosztályos bajnokságon való részvételeik miatt úgy tűnik, hogy ez már sok volt nekik. Emiatt aztán nem teljesen úgy sikerült ez az év, mint ahogy szerettük volna. Azt hiszem, ezt át is fogjuk majd értékelni a következő szezonra, hogy mennyire terheljük ezeket a gyerekeket még ezzel az NB3-mal, mert hogyha valami többet kivesz belőlük, mint ami a hozadéka lehetne, akkor inkább azt gondolom, hogy a korosztályos versenyeket fogjuk preferálni. Nyírbátorban ugye évek óta az a cél, hogy a fiatalok fejlődjenek. A két legnevesebb fiatal, Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid dobogóra állhatott a korosztályos országos bajnokságon, és mindketten utaznak az ifjúsági Európa-bajnokságra. Ez azt jelenti, gondolom, hogy jó úton járnak. Igen, azt gondolom, hogy az a elvégzett munka, amit mind a két gyereknél az elmúlt években megvalósult, hozta ezt az eredményt, hogy mind a kettő most már a korosztályos bajnok, illetve válogatottnak a tagja. Dönci ki, kifejezetten nagyon meg is érdemli, mert ő neki egy nagyon régi vágya teljesült azzal, hogy a Európa-bajnokságon részt vegyen. Több nemzetközi versenyen vett részt ez idáig, de az Európa-bajnokságra még nem sikerült kijutni. Most az elmúlt egy-másfél évben mindent megtett azért, hogy eredményes is legyen. Az edzés munkájával sem volt semmi gond. Ennek az eredménye az, hogy biztos utazó csapattag lett. A Tölgyes Dorottya pedig a elmúlt fél éves teljesítmény alapján, valamint volt egy válogató verseny, ott bizonyította be azt, hogy igen, ő a jövőnek az egyik meghatározó utánpótlás korcsoportú játékosa lehet, és kivívta edzői garnitúrának a tiszteletét, és megkapta azt a bizalmat, hogy ő is tagja lehessen az Európa-bajnoki utazó csapatnak. Nyírbátorban nyáron sem szokott megállni az élet, most milyen nyári hónapok előtt állnak? Elég komoly terveink vannak, és ez csak kifejezetten nagyon erős nyári felkészüléssel lehet biztosítani. Következésképpen azt, hogy egy nagyon fiatal garnitúrával fogunk nekivágni a
NB1-es bajnokságnak. Ez azt hiszem nekem is kihívás, mert ennyire fiatal csapatunk még soha nem volt. A legidősebb játékos 20 éves lesz, a legfiatalabb játékos 15 éves. Ez most így alakult, hogy a Kővári Balázs és a Benyovszki Gábor az elmegy tőlünk, és helyére olyan játékosok jöttek, amikkel a régiós utánpótlás edzés központnak a feladatát is tudjuk erősíteni, mert hogy Balázs Bence, aki debreceni játékos, az elmúlt 4 évben középiskolában Kecskeméten volt, ő szintén korosztályos válogatott volt, most visszaköltözik Debrecenbe, és mivel ott nem tud ilyen színvonalú módon készülni, ezért hozzánk igazol. Terék Norbert, ő a KSI-ből fog idejönni, egy 15 éves szintén korosztályos válogatott fiatal, valamint Víg Tamás, aki Szatmár Németiből jön ide hozzánk játékos edzőnek, ő most érettségizik, és hozzájuk még a Molnár Dávid fog csatlakozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes bajnoki idénynek nézünk elébe. Én is kíváncsian várom, hogy ezek a fiatalok mit tudnak produkálni. Én nagyon bízom, hogy a dobogók közelbe lesznek, vagy titokban remélem, hogy a dobogón is végez ez a csapat, hiszen ezek a játékosok mind még tenni akarnak, fejlődni akarnak, és azt gondolom, hogy a Nyírbátorban megvan az a lehetőség, hogy ha ezek fejlődni akarnak, akkor tudjuk biztosítani hozzá a feltételt, és rajta hajrá, akkor próbáljunk meg egy dobogós helyet elcsípni. Három napig Ibrány és környéke volt a Magyar Kerékpárosport központja, ott rendezték ugyanis az időfutam és országúti országos bajnokságot. Összesen több mint 400-an szálltak nyerekbe a különböző futamokon. Nagyon kemény három nap volt, Az időjárás az hálás volt, tehát megúsztunk minden vihart, minden felhőszakadás elkerült minket, ami itt sújtotta az országot. Az időfutam bajnokságon 190 versenyző volt az, aki rajthoz állt összevont minden korcsoportba. Gyakorlatilag itt minden időfutam specialista képviseltette magát most, aki Magyarországon praktizál. A szombati vasárnapi napokon pedig a mezőnyversenyek voltak lebonyolítva. A szombaton ugye volt egy amatőr masterfutam, a délelőtti futam, ami nem bajnoki futamként szerepelt, és délbe pedig elindultak az utánpótlás versenyek. Ott gyakorlatilag volt két korcsoport, amelyik összevonásra került, ugye a kevés induló miatt, de ebből semmi probléma nem származott. A vasárnapi nap folyamán pedig jött az elitfutam, női elit és a férfi elit. A férfi elit 180 km megtétele után ugye Lovasi Krisztián nyerte a magyar bajnoki címet, a hölgyek pedig 110 km távot tettek meg, náluk pedig Király Mónika, aki Olaszországban profi szerződéssel tekerő nyert, ő lett a magyar bajnok. Milyen minőségű volt a verseny, ugye a kerékpár sportobjektív, az óra minden mutat, de hát azért a körülmények is befolyásolják az eredményt. Most a mezőny erősségét és az időeredményeket tekintve mennyire lehettek elégedettek? A legerősebb mezőny jött össze, amelyik egy jó pár éve összejöhetett az országban. Minden külföldön versenyző és külföldi szerződéssel rendelkező versenyző hazajött, tehát egy nagyon kemény iramú verseny volt. 45-ös átlagot ment a férfi mezőny a 180 kilométerre ezen a körpályán. Széllel, meleggel, a pályában volt kimondottan szándékosan egy 3 kilométeres érdes felületű aszfalt, ami még megnehezíti, egy kicsit ilyen klasszikussá teszi a versenyzési stílust, ami egy rázza is az emberből az erőt, és így egy 45-ös átlag az nagyon komoly verseny. Tehát ez az egy nemzetközi szintű menés volt. A hölgyeknél pedig ugye gyakorlatilag a Király Mónika az leiskolázta a magyar mezőnyt, tehát látszik, hogy azért ő rendszeresen külföldön versenyez, profi versenyeken, gyakorlatilag ő szinte lekörözte a mezőnyt. Hogyan szerepeltek a hazai versenyzők? Mindenki jól helytált, van három dobogós helyezésünk a mezőnyversenyről,
illetve az időfutamon lett egy negyedik hely, ott lecsúsztunk sajnos a dobogóról, de elégedett vagyok a csapatnak a teljesítményével. Ez a verseny most nem az a szintű verseny volt, ahol ha már valaki kettőt a pedálba rúg, felállhat a dobogóra. Itt gyakorlatilag azok indultak, akik komolyan versenyeznek, versenyszerűen nyomják külföldi kluboknál is, illetve magyar kluboknál, de rendszeres külföldi versenyeken. Itt, aki már végig tudott menni, helytált, az már jól teljesített a szememben. Milyen versenyek várnak még rátok a nyár hátra lévő részében? Két hét múlva lesz szintén a NKS-e szervezésében a Zoár napi vásárosnaményi maraton, amelyik egyben megyei bajnokság is lesz. Ez szintén ugye a mi szervezésünkben lesz, ez két hét múlva. Utána jön egy kis lazítás, de utána gyakorlatilag két-három héttel Debrecenbe verseny, utána lesz a számomra fontos Master Core csoportú magyar bajnokság, mert ugye a szombati nap a Master futam az nem bajnoki futam volt, és utána szeptember végéig minden hétvégén verseny van. Nagyon sok versenyző ugye a csapatból mindegyiken indul, de vannak olyan versenyek, amelyikre specializálva majd egy-egy versenyzőt indítunk csak. Elképzelhető, hogy jövőre is ti rendezitek majd az országos bajnokságot? Én mindenképpen pályázni fogom, és hogyha van rá lehetőség, akkor szeretném, hogyha ez jövőre is meg lenne, mert igaz, hogy itt a megyébe nincs több évtizedes hagyománya annak, hogy ilyen színvonalú verseny rendezésre kerüljön. Tehát gyakorlatilag ez a harmadik ilyen verseny, mert 2014-ben volt, ugye szintén volt az országos bajnokság, rá egy hónapra volt a Central European Tour. Ez a harmadik olyan verseny most itt a megyébe, amelyik ilyen szintű verseny, tehát nem rendelkezünk hagyományokkal, de a mostani három nap olyan szintű profi szervezést igazol, amivel nyugodt szívvel pályázhatunk. Tehát itt az önkormányzat részéről, a rendőrség, polgárőrség részéről mindenkinek olyan pozitív és profi volt a hozzáállása, hogy gyakorlatilag olyan kluboknak mutattuk meg, hogy milyen körülmények között lehet versenyt rendezni, hogy példamutató lehet, tehát én jövőre mindenképpen szeretnék pályázni, ehhez természetesen kell majd a helyi rendőrség, polgárőrség és főként az önkormányzatnak a segítsége, mert ugye nélkülük ez nem valósulhat meg ilyen szinten, illetve van egy olyan terv, hogy jövőre szeretnénk megint egy UCI nemzetközi minősítésű versenyt rendezni ebbe a régióba, az útvonal az még terv alatt van, az egyeztetés, de ha minden igaz, akkor összejön jövőre. A röplabda is bekerült a TAU sportágok körébe. A szövetség fejlesztési programjának köszönhetően jelentős fejlődés előtt áll a sportág. A röplabda sportág már rászolgált arra, hogy bekerülhessen a most már a 6 látványcsapat sportágak körébe, a TAO rendszerébe. Óriási lehetőséget kap ezáltal úgymond a fejlődésre, hiszen egy olyan lehetőség az utánpótlás nevelésre a szakembereknek, a sportolóknak, amire még nem volt példa. Ugye ezen kívül lehet az eszközfejlesztésekre, lehet a létesítményfejlesztésekre, a képzésre, oktatásra fordítani a támogatást, de pont azon gondolkodtam, hogy az 5 látványcsapat sportág mellett itt volt a röplabda és eredményeket hozott az utánpótlás nevelésbe az iskolai foglalkozások keretében is megjelenik, és több mint 14 ezer gyermek sportol aktívan röplabda sportban. Ez óriási szám, és ezáltal, hogy ők még nem voltak a TAO rendszerén belül, és ilyen eredményeket elértek, milyen lehetőséget kaptak ezáltal, és hogy pár év múlva milyen fejlődést fogunk látni a röplabda sportágban. Biztos vagyok benne, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy nagyon nagy öröm számára, hogy bekerült. Most akik benne vannak, tudják ezt a lehetőséget, hogy mit fog jelenteni, de a kívülállók még nem. Óriási fejlesztés lesz ugye a gyermekeknek, a leigazolt sportolóknak a számában, létesítmények beruházásánál, ugye, és a lehetőségek, hogy versenyeztetés, edzőtáboroztatás, tehát minden olyan lehetőséget megkaphatnak a sportolók, amire eddig még nem volt, és a szakemberek, akik benne dolgoznak, tényleg csak azzal kelljen foglalkozniuk, ami a dolguk, tehát a gyerekekkel és az ő nevelésükkel.
az eddigi 5 látványsportágban Magyarország világbajnokságot, Európa bajnokságot rendez. Elképzelhető, hogy belátható időn belül röplabdában is lesz mondjuk egy kontinens torna férfiaknál vagy a nőknél Magyarországon. Nagyon fontos ugye, hogy megemlítsem ebben az évben több mint 80 rangos kiemelt nemzetközi eseményt rendez Magyarország, és ez is azt mutatja, hogy vannak sportlétesítményeink, ahol tudjuk fogadni a sportolókat, a világból érkező szakembereket és csapatokat. Igen, röplabdában is szeretnénk fogadni a nemzetközi versenyeket. Lehetőségeink megvannak, ugye eredményességünk is most már megvan, létesítményeink vannak, úgyhogy várjuk őket is, és a pályázatok során el kell nyerni, a nemzetközi sportdiplomáciánk ezért is erősödik, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudjuk szerezni. Elnök úr, milyen távlatokat itt meg a röplabda előtt az, hogy hatodik sportákként bekerült a tahókörbe? Nagyon nagy lehetőségeket látunk ebben, hiszen ez egy óriási eredmény, amivel szeretnénk maximálisan élni. Nagyon sok területen szükség van erre a támogatásra. Én remélem, hogy az elmúlt évek a röplabdánál bebizonyították, a parlamenti kormányzati döntés is ezt mutatja, hogy érdemes ide fektetni, hiszen a viszonylag szerényebb támogatás mellett is az elmúlt években tudtunk elérni, de azt is el kell mondjam, hogy a kiemelt sportfejlesztési támogatás nélkül, amiben a sportág részesült, ezt nem tudta volna elérni. Nagyon sok olyan tervünk van, amit eddig nem tudtunk, de most szeretnénk valóra váltani. Elsősorban az utánpótlás, a röplabda bázisának a szélesítéséről van szó. Ennek az érdekében kötöttünk tavaly a Diáksport Szövetséggel egy megállapodást, ahol 1000 testnevelő tanár akreditált képzését, illetve a testnevelési kerettantervben a röplabda szerepeltetését céloztuk meg. Az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, de ez a TAO, ez ahhoz képest is egy óriási továbblépés. Nagyon fontos az infrastruktúra fejlesztés, szeretnénk ezen a területen is elindulni, bekapcsolni településeket, városokat, klubokat, legyen lehetőség a fejlődésre. Fontos az eszközbeszerzés, fontos a szakemberképzés, talán ezt kellett volna előre helyeznem, hiszen a Országos Diáksport Szövetséggel való együttműködésünk is már ezt célozta. Szeretnénk komoly szakembereket találni a röplabdához. Ez segíti azt, hogy a Testnevelés Egyetemen idén szeptembertől újra elindul a röplabdaedző képzés, és hát ugye természetesen a nemzetközi szintereken, versenyeken való részvétel is nagyon fontos, hiszen ott pedig már nem csak a röplabdát, Magyarországot is népszerűsíthetjük, ami ez a TAO szintén jelentős támogatást ad. Úgyhogy a Röplabda Szövetség elnöksége már egy fél éve több ülésén foglalkozott azzal, hogy mit kell tennünk, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználjuk. Rengeteg feladatunk van, mert nagyon nagy a lehetőség, és ennek érdekében rendkívüli közgyűlést is hívtunk össze július elejére, mert kaptunk egy másik lehetőséget a TAO-ba kerülés mellett, szeptember 15-ig a röplabda tud pályázatokat beadni, az pedig nem olyan hosszú idő, tehát ehhez szükséges döntések, szabályozási módosítások, új szabályok elkészítése vált fontossá. Ezt mi teljesítjük, és hát a 6 évre vonatkozó terveinket elkészítettük. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.